Nagyon sokan megdöbbentek, hogy akár 150 ezer forintjukba is kerülhet, ha a lakóházukon nem szerepel jól láthatóan és olvashatóan a házszám. A futároktól, a mentőkön át, a tűzoltókig sok mindenkin segítenek, ha a táblák kint vannak az ingatlanokon. Ennek ellenére erről a kötelezettségről sokan megfeledkeznek. A Széchenyben élő Ocsovai Béláné a házáról a kerítésre tette át a házszámot, hogy még jobban látható legyen. Azt mondta, neki ez természetes volt. Ha a mentők, vagy a tűzoltók, vagy nem tudom, valamilyen ilyen szerv keres valakit, most ha ő elmegy egy idegen városba, vagy egy idegen faluba, akkor ha nem tudja, hogy, vagyis azt tudja, hogy neki ilyen utca házszám alá kell menni, de hogyha nincsen kitéve se házszám, se utca tábla, akkor nem fogja tudni megkeresni. Balázs Réka korábban munkája miatt sokat küzdött a házszámokkal. Volt családsegítőként, mikor még nem ismertem a településemet, tudom, hogy milyen nehéz házszám nélkül megtalálni valakit. Ha mondjuk egy jelzésre ki kellett mennem, de házszám nem volt a házon, és akkor néztünk a kollégával egymás, hogy és akkor most melyik ház lesz az? Sokak munkáját könnyíti meg a házszám, ezt mondja ez a fiatal nő is. Szerintem fontos a házszám, mivel a posta is, hogy jön, ha úgy van, baj van, akkor a mentő, hogy lássa, rendőrség, meg fontos, igen. Mánfa polgármestere szerint fontos, hogy valahogy rászorítsák a szám nélküli házok tulajdonosait arra, tegyenek eleget kötelezettségüknek. Persze ő sem a legmagasabb büntetéssel kezdené. Valahol én azt gondolom, hogy jogos az, hogy nem elsőre büntetni, figyelmeztetni a lakosokat, de mindenképpen, hogyha nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, valami retorziót kell alkalmazni, hogy kirakják a házszámokat a házakra. Az érvényes jogszabály szerint, ha valakit helyszíni bírsággal sújtanak az ellenőrök, annak összege 50 ezer forint lehet. Ha ennél is komolyabb szabálysértési eljárás után jön a büntetés, annak összege pedig 150 ezer forint is lehet.